Az utóbbi hetekben Judy válásától volt hangos a bulvár sajtó. Évelején már aggasztó hírek jelentek meg a megromlott házasságáról. A férjével úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják tovább. Nehéz időszakon van túl az énekesnő, de most vajon rátalálta a nagybetűs szerelem? Hát ezt mondja el inkább ő maga. Új szerelem? Titokzatos férfi tűnt fel Judy oldalán. Tehetős üzletember rabolta el Judy szívét. Újságok címlapjára került Judy, ugyanis valaki egy férfi társaságában látta nem is egyszer. Sokan azt pletykálják, hogy az énekesnő újra szerelmes. Na de ki lehet a titokzatos férfi? És mióta tarthat a románc? Judy most tiszta vizet önt a pohárba. A Groove House énekesnője most már több mint 20 éve van a pályán. Mindenki ikonikus, jellegzetes hangjáról ismeri őt. Ám sokan azokra a képsorokra is emlékezhetnek, amikor a zenekar autóbalesetet szenvedett 1998-ban. Az énekesnő arca súlyosan megsérült. Nekem ugye a baleset okozta sérülésem miatt van egy olyan, hogy a... Mindjárt mondom, igen, a bal oldalam sérült, igen, tehát akkor a bal oldalam az, ami nem mozog. Magyarán a jobb oldalam az mindig egy picivel sokkal előrébb van, és ezáltal ugye ez megmozdul, ez nem. Tehát magyarán itt semmi nincs, ott viszont mindig minden. És hát ugye nyilván, mivel az egyik ez itt próbálja visszahúzni, viszont nem sikerül neki, ezért itt mindenféle redők vannak, és így esztétikailag zavar engem egyébként. Ezért most botox kezelésre érkezett. Azt mondja, nála ez nem csak esztétikai kérdés. Az ilyen és ehhez hasonló kezelésekkel tudja az arcát mindig a legjobb formába hozni. Nyilván az ember egy minimálisan szimmetrikusan látja az arcát, mind a mellett, hogy nagyon jól tudom, hogy senkinek nem az. De én nyilván mindenki a tökéletességre törekszik, úgyhogy gyakorlatilag én azért, hogy ezt én tökéletesnek lássam, ezért kell mondjuk kettő szuri a jobb oldalamba, azért, hogy mondjuk a másik oldalam, amit az élet alkotott, ahhoz egy picit így hozzá tudjam igazítani. Alig pár tűszúrásról van szó. Judy azt mondja, szintén nem érezni semmit. A szépségért és azért, hogy jól érezze magát a bőrében, viszont mindent, vagy éppen bármit megtenne. De hogy mi is az a botox? Egy olyan méreg, ami tulajdonképpen kis dózisban megfelelő szakember kezében rendkívül hatékonyan tudja a ráncokat csökkenteni, kezelni, tehát bénítja ugye a ráncokat, de nem véglegesen, hanem tulajdonképpen csak pár hónap erejéig. Ezt azt gondolom, hogy érdemes már fiatal, relatív fiatal korban is elkezdeni, akár preventív jelleggel. Sokan félnek a tűtől, emiatt például a botoxtól is, ám egy ilyen kúra mindössze 10 percet igényel. Pikpak megvan, a különbség pedig szinte rögtön szemmel látható. Ez egy ilyen muszájból jött, viszont ettől függetlenül nyilván sose fogom megtudni, hogy most ha nem történt volna velem, akkor most én mennyire alkalmaznám, mennyire nem, de nyilván én egy picikét másképpen nézem a plasztikai sebészetet, illetve ezeket a beavatkozásokat, mert számomra most már ez egy természetes és egy hatalmas dolog, hogy tudok rajta javítani, hogy van rá lehetőség, és nem kell úgy élnem, ahogy mondjuk 25 évvel ezelőtt ott megtörtént, aminek meg kellett. De nem csak a homlokba, vagy a két szemöldök közé szoktak tölteni a szakemberek, vannak még olyan területek, és nem csak az arcon, amiket rögtön mondhatni orvosol. Szoktak például a hónajba is tölteni, hogy meggátolja az izzadást, de akár a fogcsikorgatást is megszüntetheti. Vannak még egyéb kicsi helyek az arc területén, akár ez a nyuszi ránc, akár az álcsúcsba, vagy például az egyik kedvencem szintén, hogyha valaki fél a szájtöltéstől, de szeretné megnézni, hogy milyen lenne, hogy egy picit vastagabb lenne a szájébe, akkor vannak bizonyos olyan pontok itt a száj feletti részen, ahogyha megszúrjuk, tényleg minimális dózissal, akkor egy kicsit feljebb fog kerülni a felső szájébe, ez a lip-flip kezelés. De bizony nem csak nőknek, férfiaknak is ajánlják a botox kezelést. Ugye a férfiaknak általában szoktuk mondani, hogy jól áll, hogyha sármosan tudnak egy picit öregedni, és ugye jól állnak a ráncok, de ott is lehet egy picit csökkenteni, tehát férfiak esetében nem azt szoktuk javasolni, hogy tüntessük el teljesen a ráncokat, hanem mondjuk csökkentsük vissza az egyharmadára vagy a felére, tehát megmarad a férfias vonásuk is, de mégsem lesz az a túl erős bemélyedés az arcukon. Kicsit gyere velem, Na de vissza Judyhoz, ugyanis az énekesnőről a napokban olyan hírek jelentek meg, hogy újra szerelmes. Tavaly év végén röppent fel a hír, hogy megromlott a házassága, és úgy döntenek, férjével külön utakon folytatják. Jaj, nem akarom elsírni magam. Jó, szóval nekem is vannak nehéz pillanataim, ezt nem hiszik el az emberek.
Nehéz időszakon ment keresztül, akkor erről vallott is a Tények Plusznak. Azt mondta, sorsfordító helyzet érkezett az életébe. Én azt gondolom, a nehéz időszakok, amik megerősítenek, amik új dolgokat hoznak, és én bízom abban, hogy nekem mindig, lehet, hogy sok évet kellett rávárnom, de mindig egy nagyon nehéz dolog után egy hatalmas dolog jött, és egy sorsfordító helyzet, és én bízom azt, hogy ezt megérdemlem. És bizony úgy tűnik, sikerült elérnie azt, amire vágyott, egy kiegyensúlyozott, boldog életet. Most az énekesnő azt mondja, jól van. Hát jól vagyok, egyébként jól vagyok, nyilván egy évhez képest most már sokkal jobban vagyok, próbálom, meg mindenki arra törekszik, hogy a legeslegjobban legyen, és hogy ne maradjon benne abba a süllyesztőbe, abba a mélypontba, amiben benne volt, hát és én egyébként is egy pozitív ember vagyok, úgyhogy rajta vagyok ezen az úton. És hogy mi a helyzet a titokzatos férfival? Én mindig akkor szoktam már megszólalni és mondani bármiről bármit, amikor valami már nagyon biztos, amiben nagyon biztos vagy, és amiről szívesen, nem azt mondom, hogy nem beszélnék szívesen, mert nyilván én lennék a legboldogabb, hogyha arról a részéről beszélnék, hogy na, akkor révbe értem, bár nem azt mondom, hogy nem vagyok révben, mert én mindig azt gondolom, hogy a révben nem csak akkor lehetsz, hogyha mondjuk egy kapcsolatban vagy, vagy éppen valami szerelemért, hanem azért, mert mondjuk éppen az életed egy olyan szakaszában vagy, amiben révben vagy. Nyilván nekem mindig is egy boldogság lesz az életem, mert van egy csodálatos gyerekem, és én azt gondolom, hogy ő mindig egy fényt fog hozni az életembe. Az énekesnőnek kislánya Maja a szeme fénye, így azt mondja, nagyon fontos az ő véleménye is. Hogy mikor árul majd el többet az új szerelemről, azt még nem tudni. Az azonban biztos, hogy Judy most boldog. Jó vagyok.